Sziasztok, Dorka vagyok, egy vármegyés lány. Ebben a vlogban a kisbőjt fontosságáról lesz szó, amiről lehet, hogy eddig még nem is hallottatok, vagy legalábbis nem vettétek olyan komolyan, mint a húsvétot megelőző tavaszi nagybőjtöt. A kisbőjt az ilyenkor, november 30-ától, tehát Szent András ünnepétől, Szenteste napjáig tart, és a lényege megegyezik a nagybőjt lényegével, ami az adott ünnepre való lélekbeni felkészülés, illetve az önmegtartóztatás, ami a 21. századi emberre hatványozottan ráfér. A böjtnél alapvetően a húst vonjuk ki az étrendünkből, de van, aki az úgynevezett rendes böjtöt csinálja, ami azt jelenti, hogy mindemellett alkoholt sem iszik, és naponta mindössze egyszer eszik. Ez azért elég nagy önmegtartóztatásra késztet minket, főleg ha valaki először csinálja, hiszen nehéz lehet egyik pillanatról a másikra nem mindent össze-vissza zabálni, cukros üdítőket inni, édességeket enni, és minden egyes étkezésnél jól lakni, hiszen itt most nem ez a lényeg, hanem majd karácsonykor, illetve húsvétkor lesz azon a hangsúly, hogy degeszre edjük magunkat. Itt most az önmegtartóztatás a cél, és az, hogy megállt tudjunk parancsolni a testünknek. De a böjtöt egyébként logisztikailag is nehéz lehet megoldani annak, aki egy rohanó életet él, hogy a mindennapi feladat és a mindennapi terhek mellett hogyan tud megfelelően elegendő élelmiszert bevinni a testébe, úgy, hogy mindamellett még változatosan is egyen. Sokan szokták mondani, hogy mennyire egészségtelen 40 napig, vagy ilyenkor a kisbőjt alkalmával rövidebb ideig nem enni húst, vagy napi csupán egyszer étkezni. De ez egyébként nem igaz. Kifejezetten jót tesz a szervezetnek egy bizonyos életkor után. De még hogyha nem is tenne, ennek az időszaknak nem az a lényege, hogy egészséges életet éljünk, mert Jézus sem egészségügyi okok miatt vállalta a kereszthalált. A böjtnek a lényege, hogy visszavegyük a testünk fölött az irányítást, és ne a testünk parancsolja meg nekünk, hogy mikor és mire vágyik, hanem észrevegyük, hogy többek vagyunk csupán a testünknél, és van még szellemünk, illetve lelkünk is, és legyünk képesek uralkodni a testi szükségleteink fölött, hiszen nem ösztönlények vagyunk, hanem keresztény emberek. Egyébként nem csak az előírásnak megfelelően lehet tartani a böjtöt, az is teljesen jó és tiszteletre méltó, hogyha valaki a függőségét engedi el ezekben a hetekben. Tehát, ha például egy láncdohányos nem szív cigit, vagy egy kávéfüggő nem iszik kávét, egy édességfüggő pedig nem eszik édességet. A lényeg, hogy mi irányítsuk a testünket. Ráadásul ezt a két nagy ünnepet, a karácsonyt és a húsvétot megelőzi egy felkészülési idő, ami nem csak annyiban áll, hogy a gyakorlatban felkészülünk Jézus születésére, illetve feltámadására, hanem bizony ennél sokkal fontosabb, hogy lélekben felkészítsük saját magunkat. Tehát miközben kitisztítjuk a házat, feldíszítjük a karácsonyfát, ajándékokat veszünk és készítünk egymásnak, illetve sütünk, főzünk, mindeközben saját magunkon belül is rendet kell, hogy tegyünk, hogy méltóképpen tudjuk fogadni a megváltónak az érkezését. Csak valahogyan a mai világban erről már hajlamosak vagyunk elfeledkezni, és a Mikulás csomagok, a csillámpor, illetve a karácsonyi filmek között már elfelejtjük, hogy eredetileg miről is szólna ez az ünnep. Tehát a karácsony az egy keresztény ünnep, mi pedig keresztény emberek vagyunk, így igyekezzünk nem beállni azoknak a sorába, akik elfelejtkeznek az ünnepek valódi mondani valójáról, és modernizálják, illetve profanizálják azokat. Hát, köszönöm, hogy meghallgattatok, és akkor mindenkinek kellemes felkészülést kívánok, mind testben, mind pedig lélekben az adventi időszakra. Sziasztok!